A háromszoros bajnok, Bányi Csaba, 9 éve játszik, az egyetemi tanulmányai során ismerkedett meg a sportággal. Az első Európán kívüli versenye egy hónapja volt, amit Tájföldön rendeztek meg. Elmondta, a Tekból egy magyar fejlesztés, valamint a Nemzetközi Tekból Szövetség székhelye Budapesten található. A szabályok között nagyon fontos, hogy két nyert 12 pontos szettig tart egy mérkőzés. Egy szettet egy ponttal is elég megnyerni, kivéve a döntő szettet, amit kettővel kell. A szerválásra két méteres vonal mögül két lehetőség van. Talán ezek a legfontosabb szabályok, valamint egymás után kétszer ugyanazzal a testrésszel nem szabad beleérni, ami a technikásságot fejleszti nagyban, úgyhogy a labdarúgók is előszeretettel alkalmazzák ezt. A Bonyhádi Sportcentrum vezetője, Köllő Roland elmondta, hagyományt szeretnének teremteni az eseménnyel. Barátokkal szoktunk játszani lábteniszt, illetve tengót, és a szövetségi kapitánya Paksról mindig át szokott jönni, és ő a Tekbólnak a szövetségi kapitánya, és mondta, hogy csináljunk már valamit. És ugye a Bonyhádi Sportcentrum mindig vevő valami újdonságra, és Robi ezt megszervezte. Ugye ilyet még nem látott a nagy érdemű itt Bonyhádon, meg gyakorlatilag mi sem, hiszen eddig csak tévén láttuk ezeket a nagyszerű játékosokat, és most elkezdtük mi is, ugye egy amatőr tornát szerveztünk. Az esemény célja a sport bemutatása, megszeretetése az emberekkel. A fő attrakció a gála meccs volt, melyet bemutatták, van létjogosultsága ennek a mozgásformának.